Szerbiában lakott településen 50 km/h a megengedett maximális sebesség. A jelenlegi jogszabályok szerint, amennyiben a sofőrök 21-től 50 km-rel túllépik ezt, a pénzbüntetés mellett 4 büntetőpontot kapnak, és a jogosítványukat is bevonják legalább egy hónapra. Egy új törvényjavaslat szerint viszont a gépkocsi vezetők akár 80 km-es sebességgel is szágulhatnak majd a lakott településeken. Ha rajta kapják őket, megúszhatják egy legfeljebb 10 000 dináros pénzbüntetéssel. Nem hallottam róla, de nem jó törvény, mert így is ez, ami van törvény, nagyon sokan gyorsabban hajtanak, még nem szabályosan, még hogyha még engednek, ez már akkor nagyon sok lesz. Ako bi se povećala brzina na putu u gradu, bojim se da bi to donelo mnogo više nesreće, nesigurne vožnje. Sem toga, posebno u Vojvodini, gde ima puno biciklista, dece, nesavisnih vozača. Belgrádi sajtóinformációk szerint a belügyminisztérium azért döntött az enyhítés mellett, mert a sofőröket olyan helyeken, például hidakon is gyakran megbüntették gyorshajtásért, ahol valójában nem veszélyeztették a közlekedés biztonságát. A legtöbb szakértő szerint viszont a nagyobb sebesség több végzetes balesetet okozhat. Fehér László közlekedésbiztonsági szakértő is óvatosságra int, de támogatja a büntetések sávos rendszerű kiszabását. Nem ugyanannyi legyen, az 53-assa is hajtott, meg aki 69-re is hajtott, tehát ezt megértem, meg azt is, hogy a 70 alatt talán ne legyenek még pontok elvő, és ugyanígy ugyanezt mondanám akkor a nyílt úton is, mert de arra nagyon kell vigyázni, hogy nehogy rossz üzenet legyen ebbe, hogy hát mégis csak gyorshajtóknak meg lesz bocsájtva, főleg a lakott településén, a sűrűn lakott részeken, mert a gyalogosoknak az élete az mindennél fontosabb. A vitatott közlekedésbiztonsági törvényt az év végéig kellene elfogadnia a szerb parlamentnek.